Ez a teljes életalapítvány videója. Söréden szerveznek táborokat nyaranta több turnusban mozgás és halmozottan sérült embereknek. Ezzel a felvétellel kérnek most segítséget, amihez csatlakozott egy pécsi pedagógus is, aki már évek óta szervez tábort egészséges gyerekeknek. Ha én azt látom, hogy ezek az egészséges, normális háttérrel, szociális háttérrel rendelkező gyerekeknek mit jelent egy tábor? És mondjuk meg, hogy nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek is ez a tábor, akkor mit jelentett azoknak, akiknek sajnos még az életük eléggé periférián mozog, bármennyire is próbáljuk azt elhitetni magunkkal és másokkal, hogy ez nem így van, de igenis így van, és igenis azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra a figyelemre, amit ezek a gyerekek megérdemelnek, és muszáj nekik megkapniuk. Nyaranta 120 ember táboroztatnak Söréden. Most elfogyott a pénz, így jövőre veszélybe került a tábor megszervezése. Októberig várják a felajánlásokat, mondja Villányi László.